A brit nagydíj helyszínét nem véletlenül nevezzük a Formula 1 bölcsőjének, ugye itt rendezték a történelem első Formula 1-es nagydíját, és az itteni versenyek azok mindig nagyon különleges hangulatúak, így volt ez most is, a brit közönség egész egyszerűen fantasztikus hangulatot teremtett, 480 ezer ember tette tiszteletét a hétvége folyamán itt a versenypályán. A hangulaton még azt sem rontott, hogy Max Verstappen hegemóniája folytatódott. A holland idén 8. alkalommal, Zsinórban pedig 6. alkalommal nyert. Ez pedig a Red Bull Zsinórban 11. győzelme volt, ami egyben azt is jelenti, hogy beállították azt a rekordot, amelyet 1988 óta a McLaren tart. 11 futamgyőzelemmel a legtöbb és sorozatban aratott győzelem egy szezonon belül. Mivel az egyéni pontvadászat második helyén a másik Red Bull pilóta Checo Pérez áll, aki mostanában nem muzsikált túlságosan fényesen, és ezt a versenyt csak a 6. helyen fejezte be, így Verstappen előnye a tabella élén 99 pontjára nőtt, ezt pedig, mint a Media Centerben a nálamnál okosabb kollégák kiszámolták, ez lehetővé teszi számára azt, hogyha mostantól a szezon hátralevő részében mindig csak a második helyen végez Verstappen, akkor is bebiztosítja pályafutása 3. világbajnoki címét. A holland egyébként abszolút optimista a folytatást illetően, mint megtudtuk tőle az FIA sajtótájékoztatóján. Nagyon komoly reményekkel készül a magyar nagydíjra is, ahol ráadásul fejlesztéseket is kap az autója, úgyhogy abban reménykedik, hogy a meglévő előnye még nagyobb lesz, és még simábban tudja venni az akadályokat. Lando Norris zárta a második helyen a brit nagydíjat, és térjünk is át a McLarenre, amely minden túlzás nélkül ennek a hétvégének a legnagyobb szenzációját szolgáltatta. Ugye már Ausztriában is láthattuk, hogy a papajások villantottak a továbbfejlesztett autóval, igaz csak Norris, mert azon a hétvégén csak ő kapta meg a fejlesztéseket. A csapattárs Oscar Piastrinak egészen a Silverstone-i hétvégéig kellett várnia az újításokra. Igaz, csak azoknak csak egy jelentős részét kapta meg, ugyanis az egyik legfontosabb elem, az első szárny ezen a hétvégén sem került még fel a fiatal ausztrál újonc autójára. A rajtrácson botorkával sikerült beszélgetnem Zac Brown-nal, a csapat mindenható úrával, és afelől érdeklődtem, hogy mit vár a versenytől. Nos, gonterhelt arccal, ám de energikusan azt válaszolta, hogy nyilvánvalóan mindent megtesznek annak érdekében, hogy hazai pályán, ugye a gyártól nem messze vagyunk, a létező legjobb eredményt próbálják meg elérni. Ezzel az állásfoglalással kapcsolatban meglehetősen sokan voltak szkeptikusak akkor még, mindez azonban véget ért abban a pillanatban, amikor kialudtak a piros lámpák, ugyanis a McLarenek fantasztikus rajtot vettek, Lando Norris nekirontott Max Verstappennek, át is vette a vezetést, és egészen az 5. körig vezette a brit nagydíjat, akkor Verstappen megelőzte, és nyilvánvalóan azzal a brutális nyers tempóval, amit a Red Bull képes produkálni, azzal nem tudta felvenni a versenyt a McLaren, de fantasztikus versenyt produkáltak minden túlzás nélkül. Norrisszal kapcsolatban felmerült, hogy a biztonsági autós fázis alatt végrehajtott box kiállásnál miért nem lágy keveréket rakhatott az autójára, amivel ugye talán egyszerűbben támadhatta volna, Verstappen talán könnyebben védekezhetett volna Lewis Hamilton ellen. Nos, a magyarázat az volt, erre azért kapott kemény gumit, mert kifogytak a lágy keverékekből. Így kaptunk egy csodálatos csatát Norris és Hamilton között. Többször is komoly ostromzár alá vette a 7-szeres világbajnok a fiatal honfitársat, aki állta a sarat és sikerült megtartania a 2. helyet, úgyhogy nagyon nagy az öröm a McLarennél, teljesen érthető, ez ugye ilyen nagyon nehéz perióduson vannak túl, szinte hihetetlen abba belegondolni, hogy hová jutott ez a csapat, amely az évad nyitón talán a leggyengébben muzsikált. Ehhez pedig hozzátett az is, hogy Oscar Piastri végzett a 4. helyen, Lewis Hamilton mögött. A fiatal ausztrál abszolút optimistán nyilatkozott, nagyon elégedett volt az eredménnyel, ugye lehetett volna a 3. is, minden esélye megvolt arra, hogyha nem olyan balszerencsés, hogy a biztonsági autós fázis előtt hajtja végre a box kiállását. A 3. helyen Lewis Hamilton zárta ki, ugye a sűrűjéből rajtolt, ráadásul nagyon rossz rajtot, mert saját bevallása szerint nagyon nem is emlékszik arra, hogy mikor sikerült ennyire rosszul számára egy rajt, innen sikerült visszakapaszkodni a 3. helyre. A 7-szeres világbajnok nagyon élvezte
nem csak a versenyt, hanem úgy általánosságban az egész hétvégét, a hétvége milliójét, azt, hogy kiemelt szeretetet és kiemelt figyelmet kapott a lelkes brit közönségtől. A Mercedes eredményéhez pedig hozzátett George Russell is, aki az ötödik helyen zárta a brit nagydíjat. Tekintsük tehát át, tehát a győzelmet Max Verstappen szerezte meg, Lando Norris és Lewis Hamilton előtt, őket Oscar Piastri, George Russell és Checo Perez követte, míg befért a legjobb 10 közé Fernando Alonso, Alexander Albon, és az ezen a hétvégén is nagyon-nagyon-nagyon gyatrán muzsikáló Ferrari párosa, Charles Leclerc és Carlos Sainz is. Talán mondanom sem kell, hogy mind a két pilóta meglehetősen lehangoltan távozott innen a paddockból röviddel ezelőtt. Távoznak innen a mezőny versenyzői, pakol a Formula 1, a következő állomás pedig a Magyar Nagydíj, ami hát ugye számunkra különösen kedves, számunkra az év fénypontja. Nos, a hétvégén nagyon sok mindenkivel beszéltem arról, hogy mennyire várják a Magyar Nagydíjat, hogyan készülnek a Magyar Nagydíjra. Idén ugye nem a nyári szünet előtti utolsó verseny, ennek ellenére ugyanaz a lelkesedés, mint amit a korábbi években már megszokhattunk, ugye 38. alkalommal érkezik hazánkba a Formula 1. Mindenki lelkes, mindenki várja, hogy a Hungaroringen is megméressenek egymást. Ugye egy teljesen más karakterisztikájú pálya a miénk, mint az ultragyors Silverstone-i. Ez kihívások elé is állítja a csapatokat, és mindenki kíváncsian várja azt, hogy hogyan alakulnak az erőviszonyok Max Verstappen mögött. Ez saját maga, Max Verstappen is leiratkozta, hogy nagyon kíváncsian várja azt, hogy hogyan alakul mögötte az erősorrend a Magyar Nagydíj hétvégén. Akárcsak Silverstone-ban, a Hungaroringen is 11 csapat teszi tiszteletét, érkezik ugyanis az Apex GP is, annak a hollywoodi szuperprodukciónak a középpontjában álló fiktív Formula 1-es istálló, amelynek egyik pilótája Brad Pitt. Itt kezdték Silverstone-ban a forgatásokat, az autójuk ott volt bizony a rajtrácson is, a hátsó traktusban, és mint megtudtuk, érkeznek Magyarországra is, ott is megkapják a saját garázsukat, ott is lesz saját pitvoljuk, ott is felsorakoznak majd a rajtrácson, tehát ott is láthatjátok ezt a F2-es autóból fabrikált fiktív Formula 1-es autót, és Brad Pitt is feltűnik majd a paddockban, Budapesten, Mogyoródon, és oda teszi majd magát, folytatódnak a forgatások, amelyek egyébként a kezdeti, itt a hétvégén ugye itt indultak a forgatások, eleinte még voltak azért kisebb bökkenők, amikor nagyon oda kellett figyelni, hogy ahogy jövünk, megyünk bele, ne keveredjünk valamibe, de ahogy haladt előre a hétvége, úgy nagyon szépen beleolvadt az Apex GP és a stáb ebbe a Formula 1-es környezetbe. Én köszönöm a figyelmeteket, olvasgassátok a formula.hu-t, ahol minden érdekességet megtudtok a brit nagydíjról, lapozgassátok az Autosport és Formula magazint, a Formula podcastben érkezik majd a futamértékelőnk, iratkozzatok fel mindenféle csatornáinkra a YouTube-on, kövessetek bennünket a social médiában is, engem is követhettek Instán, Twitteren és Facebookon, Mesador azonosító alatt, kövessétek a formulát is, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!